Az elmúlt hetekben több baleset helyszínén és ittas vezetőkkel szemben intézkedtek a rendőrök. Erről beszélt Karácsony Béla sajtószóvivő a Hajdúszoboszlói Városi Televíziónak a két hetente megjelenő rendőrségi magazinban. Egy férfival szemben intézkedtek a rendőrök, aki úgy közlekedett az általa vezetett személyi kocsival, hogy előtte alkoholt fogyasztott. Az egyenruhások 2022. november 28-án 17 óra körül Hajdúszoboszlón a Baross utcában állítottak meg egy személyi kocsit, melyet egy helyi férfi vezetett. Az ellenőrzés során alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a sofőrtér állították, vezető engedélyét a helyszínen elvették. Ellene járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás. Az esettel kapcsolatban felhívom a figyelmet arra, hogy az ittas járművezetés potenciális balesetveszélyt hordoz magában. Az elfogyasztott alkohol növeli a reakcióidőt és tompítja az érzékszerveket, így az ittas járművezető másokat is veszélyeztet. Ne üljenek ittasan a volán mögé, és olyan járműve se, amit valaki ittasan akar vezetni. Anyeri kárral járó baleset történt 2022. december 3-án 13 óra körül Hajdúszoboszló külterületén a 4-es számú főútvonalon. Egy férfi közlekedett az általa vezetett Renault-típusú személygépkocsival Kaba irányába. Haladása során az előtte haladó tehergépkocsi előzésébe úgy kezdett bele, hogy nem vette figyelembe azt, hogy a mögötte közlekedő Toyota-típusú személygépkocsi már az ő járójának az előzését megkezdte, és azzal érintőlegesen összeütközött. Közúti közlekedési baleset történt a 4-es számú főút 215-ös kilométer szelvényében 2022. november 26-án 12 óra 30 perc körül. A rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi Opel-típusú személygépkocsijával közlekedett Debrecen felől Ebes irányába, amikor eddig tisztázatlan okból áttért a menetirány szerinti baloldali sávba, ahol frontálisan ütközött egy másik személygépkocsival, melyben egy család utazott. A balesetben három ember a helyszínen életét vesztette, két szemét a mentők kórházba szállítottak. A baleset körülményeit a rendőrség szakértő bevonásával vizsgálja. A bűncselekmények megelőzése érdekében fogadják meg az alábbi tanácsokat az ünnepekre történő készülődés közben is. Tömegközlekedési eszközökön, szórakozó helyeken, mozgó lépcsőn, zsúfolt áruházakban, piacokon ideális feltereket találnak a bűnelkövetők arra, hogy egy gyors mozdulattal más táskájából, kosarából, zsebéből pénzt vagy egyéb értéktárgyakat emeljenek el. A zsebesek ellen ugyan senki sincs biztosítva, az állami praktikák alkalmazásával jó eséllyel elkerülhetjük az áldozattá válásunkat. Pénztárcánkat, iratainkat, telefonunkat a kabátunk belső zsebében tároljuk, de lehetőleg nem mindent egy helyen. Fontos, hogy a kézitáskánk mindig zárva legyen. A cipzáron kívül csatta is zárható táska nehezíti a tolvajok dolgát. Tömegben, zsúfolt helyeken szorítsuk karunk alá, érintetlenségét többször ellenőrizzük. Csak annyi pénzt vigyen magával, amire előláthatólag aznap szüksége lesz. A PIN-kódot semmiképpen ne tartsuk a bankkártyánk mellett. Abban az esetben, ha minden óvintézkedés ellenére mégis bűncselekmény áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón.